Köszöntöm kedves nézőinket! Stúdiónk mai vendége Sári Kovács Szilvia, alkoholmesterasszony. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves televízió nézőt. Alpolgármesterasszony, mint láttuk, egy kezdeményezést indított el, amelynek címe Családomban történt. Hogyan fogalmazódott meg ez a kezdeményezés? Így van, nem régen hirdettük meg, és a közeljövőben meg fog jelenni a Családom története, Családomban történt című pályázati kiírás ismételtem. Igazság szerint az volt az indítatása ennek, hogy a rendezvényeken és különböző összejöveteleken nagyon sok olyan érdekes történeteket hallottam, ami családokról szólt. Vagy régen történt, vagy friss esemény, és különböző, sokszor humoros, néha fájdalmas, de mindenképpen értékes történetek voltak ezek. Illetve vannak nagy családok a városban, mint ahogy a minden településen, és én úgy gondoltam, hogy ha nagyon sok megjelent írás is van ezekről a családokról már, én úgy gondoltam, hogy kellene még egy ilyen kört tennünk, és amíg meg nem írt, vagy esetleg a már nagyon régen megírt történeteket csokorba kellene fogni. És nem szeretném, hogyha elmennének azok a nagy öregek, akik ezeket a történeteket tudják. És én itt várom tényleg egy-egy család teljes történetét, 1990-ig, szigorúan a rendszerváltásig. Hogyan történt, milyen felmenők voltak, milyen nagy életutakat, milyen nagy eredményeket értek el, vagy akár a szakmájukban milyen élmények, dicsőségek és munkák történtek. Illetve várom azokat az anekdotákat, amelyeket sokszor borozgatás, sörözgetés, vacsora, kirándulás közben mesélnek egymásnak, hogy ezek ne vesszenek el, hanem maradjanak meg az utókor számára, mert én úgy gondolom, hogy ezek nagyon érdekesek, és sokat lehet belőlük tanulni. Bízom abban, hogy a téli nyugalmasabb időszakot sok mindenki kihasználja, és ér ezzel a pályázati lehetőséggel, és benyújtja majd az írását. A pályázati felhívásban úgy fogalmaztam meg, hogy géppel írott A4-es oldalakat várunk, de én úgy gondolom, és már volt is ilyen megkeresésem, hogy a kézírásos pályázatokat is be kell fogadni, hiszen többen jelezték már, hogy ők nincsenek számítógép közelben, ők inkább kézzel írnák meg. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó ötlet, sőt, egy érték. Mert hogyha egy város nagy örege, megtapasztalt emberek kézírásával írja le a történetet, szerintem az egy muzeális érték lesz előbb-utóbb, és jó ezeket a kézírásokat megtartani, hiszen ezek is értékek és kincsek lesznek. És én éppen ezért remélem, hogy még sikerül beletenni a lapzárta előtt, a pályázati szövegbe, hogy teljesen mindegy, hogy hány A4-es oldalt ír valaki. Ha egy oldalban írja le, én annak is nagyon fogok örülni, és hogyha kézzel írja le, annak is fogok örülni. Elektronikusan várjuk ezeket a pályázatokat. Ha valaki kézzel írta, akkor megköszönjük, hogyha beszkennelve küldik el. De ha valakinek ez is nehézséget okoz, akkor én azt is fölvállalom, hogy beadja a kézírást, és akkor én majd beszkennelt formában, elektronikus formában fogom önteni, és bízom abban, hogy a február 27-i határidőt mindenki tudja majd tartani, és nagyon sok értékes írás születik, legyen az szomorú vagy vidám, de én minden kis apró történetre vevő és fogadókész vagyok. Beérkezik a sok-sok pályázat, bízzunk ebben, és mi történik akkor ezekkel a pályázatokkal? Ki az, vagy kik azok, akik elolvassák, ki az, vagy kik azok, akik rendszerezik? Mi lesz a további sorsa ezeknek a pályaműveknek? A további sorsa az lesz, hogy nekülünk és elolvassuk. Nagy Molnár Miklós és jó magam biztosan el fogom olvasni. Szerintem polgármester úr is fog élni ezzel a lehetőséggel, hiszen ő is nagyon támogatta ezt a kezdeményezést, és ő is szerintem nagyon kíváncsi erre. És igazság szerint még nem véglegesítettük azt a kört, akik majd zsűrizik, de mi ketten-hárman biztosan fogunk értékelni, és olyan értékelő embereket szeretnénk, értékelésben résztvevő embereket szeretnénk ebbe a körbe bevonni, akik egyrészt ismerik a karcagi emberek múltját, jelenét,
és a véleményük is szakmailag mindenképpen fontos lesz, és meghatározó lesz. Esetleg vannak-e most tervek arra, hogy ez egyfajta könyvben, valamilyen kiadványban megjelenik az elkövetkezendőben? Igen, mindenképpen szeretnénk ebből egy kiadványt készíteni, polgármester úrral így egyeztettem, és természetesen a bejövő pályázatoknak a milyensége, mennyisége fogja ezt majd meghatározni. Elképzelhető, hogy lesz olyan pályázat, amit a múzeumban fogunk elhelyezni, mert hogy olyan értékes lesz egy kézirat, egy különleges történetről, különleges leírásról. Én bízom abban, hogy a múzeumot is tudjuk ezzel gazdagítani. Minden anyagot meg fogunk őrizni, minden anyag fontos lesz számunkra, és igazság szerint nekünk arra is figyelnünk kell, hogy ezeknek az írásoknak a védelmét is megoldjuk, hiszen ezek értékes írások lesznek, és ha valaki majd később szakdolgozatban, tanulmányban, bárhol szeretne rá hivatkozni, akkor az méltatlan lenne a szerzőhöz, hogy ne az ő neve alatt történjen ez meg. Tehát mindenképpen készülünk egy olyan dekrétumot, illetve egy olyan szabályzatot beállítani, és aláírásunkkal is biztosítani az illető beadót, hogy az ő írását megfelelően kezeljük. Ha azt valaki máshol megjelenteti, akkor az csak az ő aláírásával teheti. Ha valaki ehhez hozzájárul, ha meg nem járul hozzá, akkor szabad a préda, de én úgy gondolom, hogy az a tisztességes dolog, hogyha valaki elkészített egy művet, akkor azzal a tollal más ne ékeskedjen. Így van. Esetleg vannak-e tervek arra vonatkozóan, hogy akik pályáznak és pályaművet adnak be, azokat összehívják egy találkozó erejéig? Feltétlenül egy szép ünnepséget tervezünk majd polgármester úrral. A díjazást is a bejövő pályázatoknak a milyensége, mennyisége fogja meghatározni. Dőresteli lenne most bármit mondani, hogy milyen díjakban gondolkodunk, hogyha csak 3 pályázat érkezik be. És megint csak rosszat mondok akkor, hogyha 3000, tehát nem lehet tudni, hogy mi lesz ennek a végkifejlete. Mindent ehhez fogunk igazítani, de szeretném azt, hogy a város minél nagyobb rétege ismerkedjen meg ezekkel a művekkel, és a bejövő pályázatok készítőit minél méltóbban és ünnepélyesebben tudjuk honorálni, díjazni, megünnepelni, hiszen megérdemlik. Értékesek lesznek ezek a kis esszék, családtörténetek, hiszen nem csak egy-egy család történetét fogja szerintem bemutatni, hanem egy-egy kornak is a történetét, tehát történelmi kornak, illetve a várost is ezzel be fogják mutatni az emberek a saját szemszögükből, a saját életükön keresztül. Igen, tehát én gondolom, hogy mesterségekről, esetleg nevezetes helyekről, családokról, eseményekről fogunk majd kapni tájékoztatást, írásokat, illetve az is nagyon érdekes lesz majd, hogy bizonyos eseményeket, történéseket egyesek hogyan látnak. Hiszen lehet beszélni egy történésről így is, és lehet beszélni teljesen fordítottan, esetleg egy 180 fokos fordulattal is. Én úgy gondolom, hogy ez is tanulságos lesz. Aztán elképzelhet, hogy ebből lehet majd írni egy tanulmányt akár, vagy akár valakinek majd esetleg egy szakdolgozat témája is lehet. Én úgy gondolom, hogy majdnem, hogy végtelen a lehetősége annak, hogy mi mindenre lesz majd jó ez a pályázat. Hát akkor hajrá, biztatjuk a kedves nézőket, hogy írjanak sok-sok ilyen történetet, ami a családjukkal kapcsolatos. Igen, én bízom abban, hogy hűek lesznek hozzám, ahogyan eddig is tették mindig, és én ezért nagyon hálás vagyok mindenkinek. Tényleg kérek mindenkit, hogy ne restelje, bármilyen története van, ha még úgy gondolja, hogy nem is annyira érdekes, higgye el, számunkra értékes, érdekes lesz, és várjuk szeretettel. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.